gyerekeknek, mert ezzel támogatjuk a tanyán élő családok megélhetését, és mert ezzel érdemi lépéseket teszünk azért, hogy egészséges tanyasi élelmiszer kerüljön a magyar családok asztalára. Nem csupán a tanyákról van szó, hanem a magyar fogyasztókról, önről is, aki itt Budapesten megvásárol. Na, ezt az árut, ha meg tudná vásárolni, csak ez kereskedelmi forgalomban még nem mehet. Útszélén, vásárokban már lehet árulni, de kereskedelmi forgalomban nem hozhatjuk. Ezt a paprikának mondott spanyol valamit, meg bárhol, Osán áruházba, Tesco-ba meg lehet vásárolni. Hát vannak pártok, vannak frakciók, akik táblákkal harcolnak a saját fönnmaradásukért. Én ezzel az árúval szeretnék harcolni a magyar árunak a megmaradásáért. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen! Sokan kívüli 2 perces Szabó Erika államtitkárasszony. Tisztelt képviselőtársaim! A stílus maga az ember, mindenki vállalja a felelősséget az elmondott gondolatai és a hangneme miatt. Viszont örülök annak, hogy a közigazgatás átalakításának a kérdésköre, amely szívügyem és amely rendkívül nagy átalakításon fog keresztül menni a következő években, és az a feladatom, felelősségem, hogy ez a lehető legjobban az állampolgárok megelégedésére menjen végbe. Ez az átalakítás, ez egy nagyon komoly szervezeti átalakítást és szervezést igénylő feladat. Nem lehet úgy megvalósítani, hogy az ügyintézést, az állampolgárok ellátását bármilyen módon veszély fenyegesse. Nem szétverni szeretnénk a területi közigazgatást, hanem úgy átalakítani, hogy végső soron ügyfélbarát módon egy ablak mögött lehessen intézni majd az állami hatósági ügyeket. Egyik oldalról lehet hallani a tervekkel kapcsolatban, hogy túl gyors ez az átalakítás, túl sok mindent akarunk egyszerre, túl sok szervet szervezünk egybe, és túl nagy léptékű az elképzelés. A másik oldalról most az a kritika hangzott el, hogy nem elég gyors, nem elég nagy léptékű, és nem látszik az, hogy a csökkentés, a leépítés, a bürokrácia leépítése az milyen módon és jövőre hogyan történik. Azért nem látszik, mert több éves átalakító feladat elején állunk most. A szervezetrendszer létrehozása az első lépés, azután a feladatok, hatáskörök átvizsgálása, és ezt követően fog megvalósulni az a cél, amit közösen várunk, képviselő úrral. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Következő 2 perces Wittner Mária, képviselőasszony, Fidesz. Tisztelt képviselőtársaim! Emlékezünk még a 2005-ös gazdatüntetésre, ami úgy fejeződött be, hogy Gyurcsány Ferenc megállapodott, aláírt, és utána fenékbe billentette a gazdákat. Tehát folytatódott a gazdák további leépítése. Mint egyedül a Budapest főpolgármester 3 műszakban éjjel-nappal gyártatta a traktorra behajtani tilos táblákat. A sajtó is akkor elég rendesen lihegett, pedig egyetlen egy dolgot kellett volna akkor csinálni, végigmenni azon az 5 sor traktoron, és elolvasni, hogy mi van a traktorokra írva. Azóta már nagyon sok gazdát tönkretettek, de tegnap beszéltem az egyik gazdabarátommal. Azt mondta, nehéz még, de bármilyen nehéz is, tudjuk, hogy jobb lesz, és kitartunk. És én ebbe bizonyos vagyok. Egy dolog azért hasznos volt. Dacára annak, hogy a parasztság, amelyik a magyarság gerince, ezt akarták megtörni az elmúlt 8 év alatt. Nem sikerült. Barátságok születtek, és ezek a barátságok megmaradnak. Úgy, mint 1956-ban, amikor a padlások lesöprése után a magyar gazdák segítették ki a harcoló, éhező fővárost. Tisztelet a gazdáknak, mert tudomásul kell venni, hogy a magyar gazdák Magyarország gerincei, és nem lehet megtörni. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Sagan kívül kap szót Simicsko István államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés. Rendkívüli módon fontos kérdés a gazdák jövője, és azt hiszem, hogy amikor a költségvetés általános vitájánál tartunk, akkor valóban a költségvetés világosan és exakt módon megmutatja azt, hogy mennyit kíván költeni a vidékfejlesztésre, a gazdákra, a magyar mezőgazdaságra, az oktatásra, az egészségpolitikára, az emberek életkörülményeire a kormány, számokkal mérhető módon, hiszen a költségvetés hitet tesz amellett, az értékrend mellett, amelyet a kormány fölvállalt programjában, célkitűzésében. Összességében azt mondhatjuk el, azt hiszem már többen elmondták itt ma a parlamentben és az elmúlt napokban is, hogy ez a költségvetés a megújulás költségvetése. Nincs ez másként a honvédelmi költségvetéssel sem. Azért mondom ezt, mert legalább két okom van arra, hogy ezt állítsam. Egyrészt, mert új a régihez képest, új több tekintetben. Egyrészt, mert tiszta, világos, becsületes, úgy az ország polgárai számára, mint NATO szövetségeseink, partnereink számára is. Egyértelmű, világos, átlátható. Nincsenek benne trükkök, tisztelt képviselőtársaim, ahogyan eddig voltak benne trükkök. Ezért is mondom azt, hogy ez a honvédelmi költségvetés is a megújulás költségvetése. A korábban ide telepített tételeket visszatettük a maguk helyére, így tettük ezt többek között a katonák kedvezményes nyugellátásainak kiadásakor, amely az ezévi költségvetésben már 26,2 milliárd forintot tartalmazott. Ezt áttettük oda, ahova való, a nyugdíj alapba, a nagy közös nyugdíj alapba, és onnan kerül kifizetésre a kor engedménnyel, kor kedvezménnyel nyugdíjba vonuló, a nyugállományba vonuló katonák nyugdíjának a kifizetése. Ez egy bátor lépés, világos és egyértelmű lépés és hitvallás a NATO szövetségeseink felé, tekintettel arra, hogy ez nem kifejezetten katonai kiadás, nem tényleges katonai kiadás, bár eddig ezt itt szerepeltették. A hat felszerelési programokra is tettek be elődeink, az előző kormány egy igen komoly keretet, közel 30 milliárd forintot, amelyet csak akkor hívhatott volna le a tárca, akkor vehette volna igénybe a honvédelmi tárca ezt a hatalmas összeget, hogyha az adó és járulékbevételek 102%-os szinten teljesülnek, amely gyakorlatilag a lehetetlen feltételt jelenti. Tehát ez az összeg nem áll rendelkezésre a költségvetésben, ez is egy trükk, amellyel megpróbálták szövetségeseink felé és a polgárok felé is, meg a katonák felé is bemutatni azt, hogy igen, igen, az előző kormány, a szocialista kormány lám-lám mennyit költ a honvédelemre, miközben ez az összeg nem vehető igénybe, nem tudtuk ebben az évben igénybe venni ezt az összeget, amire persze természetesen szükség lett volna. Ezért mondjuk azt, hogy becsületes és egyértelmű a költségvetés. Aki elolvassa, az látja a megújulási szándékot egyértelműen, tudja, mire számíthat. Az új költségvetés struktúrája, honvédelmi költségvetés belső szerkezete is javuló tendenciát mutat, amelyben arra törekedtünk, hogy a fejlesztésre nagyobb pénzeszközök jussanak. A dologi kiadásokat csökkentettük, a személyi kiadásokra összességében 40% körüli összeg kerül, a költségvetés vagy részarány kerül a költségvetésből, és közelítünk a 20% felé a fejlesztések vonatkozásában. A megújulás költségvetése azért is ez az előttünk fekvő, a parlament asztalán fekvő költségvetés, mert több pénz jut a magyar honvédségre, több pénz jut az ország biztonságára és a honvédelemre. Növekszik a honvédelmi költségvetés, hosszú évek óta először 22,3 milliárd forinttal nő. 2010-hez képest ez mindösszesen 8,8%-os növekedést jelent. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunkat kellő megelégedéssel kell, hogy eltöltsön. Természetesen nem érjük be ennyivel, nyilván ez egy alapot képes csak a megújulás felé. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, gróf Széchenyi István úgy fogalmaz, hogy az adó nem teher,
de valódi áldás, ha biztos és jól kamatozó tőkére veretik. Az, hogy mennyire igazak ezek a szavak, egyértelmű, hogy a Magyar Honvédségre szánt pénzek jó befektetésnek bizonyulnak, kamatozó tőkét hoz a honvédségre szánt összeg. Miért mondom ezt, tisztelt képviselőtársaim? Azért, mert az idén legalább kettő alkalommal, kétszer is láthattuk azt, hogy igen, az árvíz idején, igen, a vörösiszap pusztításai során a katonáink ott voltak, védték az emberek életét, mentettek mindent, amit menthettek, vállalva a kockázatot. Ez a két eset is fényesen bizonyítja, igen, hogy a honvédség áldás. Áldás a bajban, áldás az egész nemzet számára. Ezért azt tudom mondani, tisztelt képviselőtársam önöknek, hogy a honvédségnél biztos és jó kezekben lesz az adófizetők pénze. Sokkal jobb kezekben lesz, valóban, mint ahogy Vadai Ágnes mondja, ott mindenképp, mint az elődeinknél voltak, hiszen a politikai vezetésnek köszönhetően az elmúlt időszakban, és köszönöm a segítséget, elnökasszony, valóban önöknél a pazarlás és a korrupció volt jelen, ez valóban elszomorított minket, ezért igyekeztünk a megújulás irányába lépni, és tenni sok mindent annak érdekében, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon fontos alapelv az, amit egy régi római szenátor Cato mondott, ami fölösleges, egy fillérért is drága. Valóban pazarló gazdálkodás volt az elmúlt években. Sajnos olyan típusú felhasználások, mint mondjuk a Gripen légi utántöltési képességének a 100 milliárdjai valószínűleg nem indokolhatóak, de hát sokkal könnyebb helyzetben lennénk most, tisztelt képviselőtársaim, sokkal többet költhetnénk a katonákra, a fejlesztésre. Az elmúlt 8 évben nem pazarolták volna el az adófizetők pénzét teljesen értelmetlen feladatokra. Tehát ebben az értelemben is a megújulás költségvetéséről beszélhetünk ebben a házban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy fölösleges fillért nem költünk a honvédségre, viszont azt, amit költhetünk, azt tisztességesen, átláthatóan fogjuk elkölteni, és a megújulás költségvetésének ez lesz a legfontosabb alapelve. A tisztelt képviselőtársaim, nagyon fontos szempont a honvédelmi költségvetés során annak az érvényesítése, hogy a katonát, a katonai hivatást választó embert megbecsüljük. Hiszen nem pusztán egy költségvetésről beszélünk, hanem értékekről beszélünk. Első és legfontosabb érték az ember mindannyiunk számára. Az ember, a katona, aki hivatást választ, aki a hazát szolgálja. Ezért kötelességünk, hogy anyagi biztonságot teremtsünk számukra. Megbecsüljük őket. A költségvetés kifejezi ezt a szándékot, ezen értékek mentén fogalmazódott meg a tárca részéről a költségvetés benyújtása során a célkitűzés. Ezért aztán egyik legfontosabb célkitűzésünk az, és törekvésünk, hogy a katonai életpálya modellt alakítsuk ki, és vezessük be 2011 folyamán. Olyan vonzó életpályát szeretnénk kitűzni magunk elé, amely stabil, kiszámítható jövőt állít a honvéd, azaz a katona hivatást választó polgártársaink elé. És ezen keresztül szeretnénk elérni azt, hogy a társadalmi megbecsülése növekedjen a Magyar Honvédségnek, a katonai pályának. Ehhez szeretném még hozzátenni, hiszen nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy a méltányos adórendszer is növelni fogja a honvédek jövedelmét. Sőt, a honvédek létszáma is növekszik. Lehet, hogy ezen néhányan itt mosolyognak, azonban az eredmények más mutatnak. Tessenek majd utána számon, és tessék megkérdezni a katonákat. Nem lesz olyan katona, aki rosszabbul jár. Minden katona jobban fog járni az új adórendszer bevezetésének köszönhetően. Emellett kiemelt célunk és feladatunk a tartalékos állomány megszervezés és felállítása.